Vásárosnamény turisztikai célpont. A turisták elégedettségének növelése érdekében új tisztálkodási helységgel bővült a Beregszíve üdülőközpont. Fizetség. Több a TB által nem fedezett szolgáltatásnak is díja van a házi orvosi rendelőkben. A megelőzés a legjobb módszer. A legfontosabb, hogy ne is vigyünk magunkkal nagyértékű dolgokat strandoláshoz, ha mégis, akkor semmiképpen se hagyjuk azokat őrizetlenül. Mintegy 1,3 milliárd forintos turisztikai fejlesztési program konzorciumi partnere Vásárosnamény. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ennek részeként előfinanszírozva saját költségből egy tisztálkodásra alkalmas helységet alakítottak ki a Beregszíve üdülőközpontban. A város polgármestere szerint fontosak az ilyen beruházások, hiszen a város egyre nagyobb figyelmet kap turisztikai célpontként is. Évről évre folyamatosan fejleszti turisztikai látványosságait és lehetőségeit Vásárosnamény. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Gergely-Ugornyai Tiszapart és a hozzátartozó üdülőterület. Az ott tulajdonnal rendelkező vállalkozók elmondása alapján az idei bevételük jelentősen elmarad a tavaly ilyenkorihoz képest. Ez a változó és nyáriasnak nem igazán nevezhető időjárás, valamint a szúnyoginvázió miatt alakult így. Az önkormányzat odafigyel a Beregszíve üdülőközpontra, ezért a területen saját fejlesztésből hétfőn egy kultúráltabb tisztálkodásra is alkalmas helységet építettek ki. Ez egy olyan projektnek lenne majd a része, amit most előre magunknak kellett megfinanszírozni, hiszen van egy 1,3 milliárdos turisztikai fejlesztési program konzorciumban, de ez még nem tudott elindulni, hiszen hogyha itt egy település egy kicsit lemarad, akkor a többiek is megcsúsznak. Ugyanakkor mi folyamatosan fejlesztjük a Beregszíve üdülőközpontot, és olyan kollégák kerültek oda, és olyan szerepet látnak el, akik próbálnak az ide érkező csoportoknak, mind a bringás turistáknak, mind a vízturistáknak kedvező helyet és helyszínt teremteni. Az önkormányzat jelentős szerepet vállal az étkeztetés területén is, fontos, hogy az ide látogató turisták a helyi gasztronómiai kínálatból is kapjanak ízelítőt. Az elmúlt héten egy 32 fős szolnoki diákcsoport nyaralt a városban, akik mindent megkóstoltak és kipróbáltak, amit érdemes a környéken. Ilyen például a vízi turizmus, amely rendszeresen az egyik legjelentősebb bevételi forrást jelenti az önkormányzat és a helyi vállalkozók számára, de népszerűek a kerékpártúrák is, valamint ennek a kettőnek a kombinációja. A polgármester azt is elmondta, egyre nagyobb figyelmet kap a templom és a vadászati turizmus is, hiszen ezeknek Vásárosnamény a bölcsője. Ha csak a zuhárnapot nézzük, ugye mivel belépő nincs, így most mondhatok bármit, mondhatok 20 000-es számot, és mondhatok 15 000-es számot is, de csak a zuhárnap tekintetében szerintem 10 000 főnél magasabb volt a látogatottsága. Ugyanakkor a Gergely-Ugornyai Tiszapartot, ha most kivennénk a rendszerből, akkor is látjuk, hogy a szállásadóink itt bent a városban, és a hotelek, a szállásadók, a falusi turizmus a Gergely-Ugornyai másik részén, tehát nem az üdülőterületen, hanem bent a település részen, ők nem panaszkodnak. Látjuk azt, hogy a Turinform irodában rendre megfordulnak németek, hollandok, angolok, tehát az Európa valamennyi országából elérnek ide. Ez azt jelenti, hogy van egyfajta marketing tevékenység a megyében, a járásban, a városban, ami megmozgatja az emberek fantáziáját. A turisták a fejlesztéseknek és a jól szervezett programoknak köszönhetően érzik azt, hogy érdemes a 40 éves kisvárosba akár több napot is eltölteni. Az önkormányzat ezért az elmúlt években külön figyelmet fordított arra, hogy rendszerben gondolkodjanak és egyre inkább egymásra épüljenek a kínált szolgáltatások. 5 személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött egymásnak kedden késő délután Nyíregyházán a Sóstói úton a Kródi Gyula utca közelében. A ráfutásos baleset mentéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki, majd teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. Az egység áramtalanította a járműveket, ezt követően a helyszínen a mentők is segítettek a sérültek ellátásában. Nem minden szolgáltatás ingyenes a házi orvosnál, többnek fix díja van, olyanok is vannak azonban, amelyeknél a doktor dönti el, mennyit kér el a betegtől. Fizetnünk kell mások mellett a nem kötelező védőoltások beadatásáért, vagy ha a foglalkoztathatóságról van szükségünk szakvéleményre. A magyar állampolgársággal nem rendelkezőknek ugyancsak vinniük kell magukkal a pénztárcájukat a rendelőbe.
13-72-28-43-84. A látását mérik fel ennek a nőnek a körzeti orvosnál. Ez nem kerül neki pénzbe, ugyanakkor nem is gondolnánk, mennyi mindenért kell fizetnie a rendelőkben. Ezek a szolgáltatások azért nem ingyenesek, mert nem fedezi őket a társadalom biztosításunk. A tételek döntő része pár ezer forintos, közülük többnek a díját jogszabály határozza meg. A leggyakoribb a gépjárművezetői, kishajóvezetői és előfegyver alkalmassági vizsgálatok. Ezeknek fix díja van, a jogszabály rendelkezik róla, hogy milyen életkori kategóriában és milyen gépjármű kategóriában milyen díjtételt kell alkalmazni. Itt nincsen ebben különbség egyik vagy a másik orvosi rendelő között. Amit még a jogszabály szintén tételesen díjtétellel igazol, az egyrészt az orvosi látlelet, ami egy sérülés vagy egy erőszakos beavatkozás utáni látleletnek a vétele. Ennek díja 3000 forint körül mozog, vagyis ennyit kell fizetnie annak, akit esetleg megvernek az utcán és besétál a házi orvoshoz. Ide tartozik még a nem kötelező védőoltások köre, amelyeket például külföldi utazás előtt adatunk be magunknak, hogy védetté váljunk egy egzotikus betegséggel szemben. Az ezekről szóló tájékoztatásért is kérhet pénzt a házi orvos, de ennek díja nincs előírva, csupán annyi, hogy az nem haladhatja meg a védőoltás összegét. Azoknak, akiknek nincs magyar állampolgárságuk és úgy mennek el a rendelőbe, szintén fizetniük kell. Egyre gyakrabban előforduló helyzet az, hogy külföldi állampolgárok itt Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek még TB jogviszonnyal, vagy nagyon régóta külföldön élnek már, és csak időszakosan látogatnak haza, de elfogyott a gyógyszerük, vagy orvosi ellátásra szorulnak. Ilyenkor felkereshetik ugyanaz az egészségügyi szolgáltatókat, a házi orvosi szolgáltatókat is, de ezeknek az ellátásoknak miután nem a TB finanszírozza, és nem is egy másik országnak a társadalmi biztosítás alapján történik, ezeknek is ugyanolyan díjtétel ajánlás van, ez egyre gyakrabban előforduló helyzet a házi orvosi rendelőben is. Vannak emellett olyan tételek, amelyek díja nem kötődik jogszabályhoz, vagyis az orvoson múlik, mennyit kér el értük. Ide sorolhatóak azok az igazolások, amelyekre tanfolyamhoz, beiskolázáshoz van szükség. Vagy esetleg biztosító kéri például nagy életbiztosítások megkötése előtt. Nem ingyenes a foglalkoztathatóság szakvéleményezése sem. Egyes esetekben például maratoni futáshoz vagy tavak átúszásához is kellhet igazolás. Jelenleg még nem kérnek pénzt az orvosi rendelőben általában rendelési időn kívül történő vérvételnél. Ugyanakkor a Magyar Orvosi Kamara szerint ez, ahogy a doktor házhoz hívása is, kényelmi szolgáltatásnak számít, így orvosszakmai szempontból nem indokolt. Megkezdődött a Magyarok Kenyere program, a 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés azzal a céllal jött létre, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen is túlélő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák. A programot 2019-ben minden eddiginél szélesebb körben a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, írja a hiradó.hu. A program támogatottsága évről évre növekszik, az adományozók száma pedig tavaly minden eddigi rekordot megdöntött. A 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott. A határon túli adományozók száma pedig jelentősen meghaladta a 2000 főt. Az összegyűjtött búza adomány mennyisége már második éve lépte túl a 600 tonnát, amely 80 ezer rászoruló gyermek részére biztosít magyar kenyeret. A felajánlott búzából készült liszt nagy részét minden évben a program kiemelt kedvezményezettjei kapják, de a korábbi évekhez hasonlóan újabb karitatív szervezetek is csatlakozhatnak. Az Agrárkamara már megalakulása óta 2013-tól a Magosszal együttműködve szervezi a jótékonysági programot, ezen keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac. Ebben az időszakban számolni kell a bérleti díjak akár 10-15%-os emelkedésével is a lakáspiaci szakértők szerint, írja a hiradó.hu.
Lakáskiadás szempontjából az augusztus a legerősebb hónap, ekkor zúdul a kereslet igazán a piacra, emiatt elképzelhető, hogy augusztusban 10-15%-kal emelkednek az albérletárak a július elején mért adatokhoz képest. A hírportál szerint a felvételi ponthatárok kihirdetésétől szeptember végéig tartó albérlet szezonban 30-40%-kal élénkül a kereslet a kiadó lakások iránt. Ezáltal néhány ezer forinttal emelkednek a bérleti díjak, de mint írják, ez átmeneti jellegű, és az árak az év végére kiegyenlítődnek. A megelőzés a legjobb módszer a strandi lopások ellen, a legfontosabb, hogy ne is vigyünk magunkkal nagyértékű dolgokat a fürdőzéshez, ha mégis, akkor semmiképpen se hagyjuk őrizetlenül, amennyiben pedig áldozattá válunk, érdemes mielőbb szólni a rendőrségnek. Nem csak az üresen hagyott lakások miatt nő meg nyáron a lopások száma, hanem a túl zsúfolt strandok miatt is. A tömegben ugyanis senkinek sem tűnik fel, ha valaki felkap egy táskát a földről vagy a padról, és kisétál vele a strand területéről. Az olykor jelentős anyagi kár azonban kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Erre pedig a hangos bemondók is rendszeresen figyelmeztetik a fürdőzőket, de a rendőrség is több dologra inti őket. Nagyobb értéktárgyakat ne vigyenek magukkal a fürdőhelyekre, strandokra, amennyiben mégis, azt ne hagyják őrizetlenül. Használják a csomagmegőrzőket, és vigyázzanak a belépés során kapott karórára. Minden esetben az öltözőkben a szekrények zárt állapotáról győződjenek meg, baj esetén pedig kérjenek segítséget azonnal a biztonsági szolgálattól. Ha mindezeket megfogadva mégis a nyár egyik legtipikusabb szezonális bűncselekményének áldozatává válunk, azonnal értesítsük a rendőrséget. Az egyenruhásoknak nincs ugyanakkor könnyű feladatuk a nyomozás során, hiszen általában nincsenek szemtanúk, és a sértett csak a strandolás végén veszi észre a lopást. A hatóság minden esetre ezekben a hónapokban sem pihen, és a járőrök ott vannak, ahol tudnak. A rendőrség a nyári időszakban folyamatos járőrszolgálattal biztosítja a szabadságukat töltők, illetve a pihenni vágyók biztonságát. A folyamatos járőrszolgálat a közutakat is érinti, egyebekben a fürdőhelyeket, szabadvizek területét és minden olyan rendezvényhelyszínét, ahol nagyobb tömeg megfordulhat. Az egyenruhások dolgát idén is segítik közösségi szolgálatukat teljesítő diákok Nyíregyházán a Turiszpolisz szolgálat keretében. A lopás elleni legjobb védekezés még mindig a megelőzés. A prevenciós kampányoknak köszönhetően pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is évek óta javuló tendencia mutatkozik a lopások számának tekintetében. Pampanyulak, vagy más néven nagy marák születtek a Nyíregyházi állatparkban. A Sóstófürdőn élő három tenyészpár közül most mindháromnak született egy-egy kölyke. Az apróságok három hónapnyi vemhesség után közel egy időben láttak napvilágot. A monogám kapcsolatban élő nagy marák ilyenkor átmeneti kolóniát alkotnak a többi párral, és közösen vigyáznak az utódokra. A Dél-Amerikában őshonos pampanyul, vagy más néven nagymara, földünk második legnagyobb rágcsálója. Megjelenése olyan, mintha egy nyulat kereszteztek volna egy őzzel, valójában azonban a tengeri malacfélék családjába tartozik. A Nyíregyházi állatparkban élő három tenyészpár közül most mindháromnak született egy-egy kölyke a hétvégén. Már a látogatók is megtekinthetik a nagymara kölyköket, melyek közel egy időben láttak napvilágot. Az apróságok három hónapnyi vemhesség után születtek, és jelenleg anyatájjal táplálkoznak, de hamarosan elkezdenek ők is zöldség és gyümölcsökből álló menüt fogyasztani. A marákra jellemző, hogy monogám párkapcsolatban élnek, ráadásul a hímek folyamatosan a nőstények közelében maradnak, hiszen a párzási időszak csupán pár órát tart fél évente, ezért a hímek nem szeretnék elszalasztani az alkalmat. A kicsik születése után a hím nagymarák a nap nagy részét őrködéssel töltik, hogy párjukat és utódaikat figyelmeztessék a veszélyekre, valamint a ragadozókat és a rivális hímeket távol tartsák a családtól. A pampanyul kölykök már 24 órával a születésük után képesek önállóan járkálni, ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodnak, aztán napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a föld felszín felett is, az andok-kalandok kifutó rendszerben. A kicsik felnevelése idején az addig csak kettesben élő párok a többi párral átmeneti kolóniát alkotnak, és közösen vigyáznak az utódokra.
Hazaérkeztek a nápolyi Univerziádéról a nyíregyházi sportolók. Tóth Dalma és Tóth Fruzsina tagja volt a negyedik helyen végző röplabda válogatottnak, a diszkoszvető Szikszai Róbert az ötödik helyen zárt, az úszó Szurovcsák Ivet pedig 50 és 100 mellen képviselte a magyar színeket. 118 ország 6000 sportolója érkezett a nápolyi Univerziádéra, hogy 18 sportágban 220 éremért versengjen. Magyarországot 101 sportoló képviselte, közülük 4-en a Nyíregyházi Egyetem hallgatójaként utaztak Olaszországba. A magyarok végül 3 érmet szereztek az egyetemisták és főiskolások világjátékán. A női vízilabda csapat aranyérmes lett, a férfi pólósok és a cselgáncsozó Tóth Krisztián nyakába bronzérem került. A nyíregyházi Tóth Dalma és Tóth Fruzsina a női röplabda csapat tagjaként épp csak lemaradt a dobogóról. Nyilván a meccs után, amit a japánok ellen játszottunk, kicsit szomorkás volt a hangulatom, de azóta már átértékeltem ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy azért egy negyedik hely, egy ilyen szintű szervezés, meg egy ilyen Univerziádén olyan csapatok ellen játszva, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó helyezés, amit nyújtani tudtunk. Szikszai Róbert 2 éve bronzérmes volt az Univerziádén, ezúttal viszont nem került érem Kerekes László tanítványának nyakába. Az előzetes ranglista 4. helyen álltam, és úgy gondoltam, hogy ha egy 62-63 méter dobok, akkor a dobogót meg lehet csípni. Ugye 63 méter kellett, tehát ez bebizonyosodott. Ugye nekem 61-51 sikerült, és az 5. helyhez volt most elég. Szurovcsák Ivet azzal a céllal utazott Nápolyba, hogy az 50 és a 100 méteres mellúszásban megjavítsa egyéni legjobbját. Sajnos ez 100 méter mellúszásban nem sikerült, mondjuk ott a versenyszám előtt volt is egy kis technikai hiba, tehát egy 15 percet álltunk ott a közvetlenül a rajt előtt, és úgy ott elmondható, hogy az egész futam egy kicsit rosszabbul teljesített, viszont az 50-merre való felkészülésem ott volt még 4 napom, hogy tudjak egy kicsit edzeni, illetve hogy csak arra tudjak átállni. Szerencsére ott 6-án az edző Murbin Tamás is kiutazott, ami nagyon sokat segített nekem abba, hogy együtt tudtunk készülni, és tényleg úgymond fejbe is helyre tudott rakni. Ez az 50 mellen délelőtt látszott is, tehát nagyon jó időt úsztam, sikerült bejutnom a döntőre, viszont ott egy kicsit elmaradtam a legjobbamtól, így nem sikerült olyan időt úsznom, amit szerettem volna, vagy kitűztem magamnak célul. A 2021-es Univerziádét a kínai Chengdu-ban rendezik, a 2 évvel későbbi esemény helyszíne még nem ismert, a 2025-ös egyetemi és főiskolai világjátékok rendezésére pedig Budapest is pályázik. A legutóbbi bajnokságban elért 9. hely után a legjobb 6 közé kerülést célozza meg a megyei első osztályban a Tarpai futballcsapat. A Márton István által irányított együtteshez 3 új játékos érkezett, és továbbra is szeretnének minél több saját nevelésű fiatalt beépíteni a csapatba. Az előző bajnokság felénél a 4. helyen állt a megyei első osztály tabelláján a Tarpai futballcsapat. A tavasz már kevésbé volt sikeres Márton István együttese számára, így végül 12 győzelemmel, 4 döntetlennel és 14 vereséggel a 9. helyen zárta a szezont a Beregi Gárda. 3 játékos már bajnokság közben távozott a csapattól külföldi munkavállalás miatt, rajtuk kívül Kanusz Béla döntött a váltás mellett. Helyükre érkezett Gál Rihárd Fehérgyarmatról, Fejes János Vásárosnaményból és visszatért Sényőről Lakatos Bence. A szakmai munkát továbbra is Márton István irányítja. Csináltunk egy jó őszt, ami talán egy kicsit kifutott volt ahhoz képest, amit vártak tőlünk. Ehhez képest a tavasz az csalódás volt. Összességében olyan helyen zártunk, amit előzetesen lehetett várni a csapattól. Azért próbáltunk most inkább olyan minőségi játékosokat igazolni, akikkel azért ettől a 9. helytől előrébb lehet lépni. Nem titok, hogy szeretnénk még 1-2 posztra igazolni, hogyha sikerül, majd ennek tükrében tudjuk meghatározni a pont célkitűzést. Szeretnénk azért az első 6-ba odaérni, és nem titok, hogy azért nem térünk rá arról az útról, hogy minél több fiatalt beépíteni a felnőtt csapatba. Már tavaly is játszottak ebből az akadémiáról kikerülő fiatalok közül. Nyilván ez azért nehéz, mert 13-14 évesen a legügyesebb játékosokat mindig elviszik az NB1-es utánpótlás klubok, de azon dolgozunk, hogy minél többen tudjanak oda kerülni. Már most a nyári felkészülést is úgy kezdtük, hogy az U19-es csapatból 2 játékos, az U17-es csapatból pedig 4-en a felnőttek kezdték a felkészülést. A megyei első osztályban Tarpa az egyetlen csapat, amelyik villanyfényes meccsen fogadja ellenfeleit.
Mi szeretnénk, hogyha ez folytatódna. Vannak csapatok, akik ettől idegenkednek. Volt már olyan csapat is, aki elsőre azt mondta, hogy hát nem tudják, viszont mikor villanyfénybe játszottak, akkor azt mondták, hogy ilyen élményben még nem volt részük. Én továbbra is azt mondom, csak ismételni tudom önmagamat, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálják ki. Biztos, hogy tetszeni fog nekik, nagyon jó hangulata van, és nem biztos, hogy minden megyei játékosnak megadatik majd az, hogy villanyfénybe játszom bajnoki mérkőzést. A megyei első osztályban augusztus második hétvégén rajtol a bajnokság. A Tarp addig felkészülési meccsen a Kölcse, a Kútai, az Újfehértó, a Bocsikú 19 és a Nagyesed ellen lép még pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Mintegy 1,3 milliárd forintos turisztikai fejlesztési program konzorciumi partnere vásárosnamény. Ennek részeként előfinanszírozva saját költségből egy tisztálkodásra alkalmas helységet alakítottak ki a Berek Szíve üdülőközpontban. A polgármester szerint fontosak az ilyen beruházások, hiszen a város egyre nagyobb figyelmet kap turisztikai célpontként is. Nem minden szolgáltatás ingyenes a házi orvosnál, többnek fix díja van, olyanok is vannak azonban, amelyeknél a doktor dönti el, hogy mennyit kér el a betegtől. Fizetnünk kell mások mellett a nem kötelező védőoltások beadatásáért, sőt, sok esetben még az ezekről szóló tájékoztatásért is, vagy ha a foglalkoztathatóságról van szükségünk szakvéleményre. A magyar állampolgársággal nem rendelkezőknek ugyancsak vinniük kell magukkal a pénztárcájukat a rendelőbe. Nyáron nem csak az üresen hagyott lakások miatt nő meg a lopások száma, hanem a túlzsúfolt strandok miatt is. A legjobb módszer a strandon elkövetett lopások ellen, ha nem is viszünk magunkkal nagyértékű dolgokat. Ha valaki mégis ilyen bűncselekmény áldozatává válik, legjobb, ha azonnal értesíti a helyi biztonsági szolgálatot, valamint a rendőrséget is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 17-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerdán kevés fátyol és gomoly felhő várható. Csapadék nem valószínű, az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 13 fok között alakul. Csütörtökön erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható. Elszórtan zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, a hét végére, illetve a jövő hét elejére visszatérhet a hőség. Kezdetben még nagyobb területen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, majd egyre inkább szárazabbra fordulhat időjárásunk.